Önök az M-Plain Televízió csütörtök esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mutatjuk főbb híreinket. A Jókai iskola ebédlőjének tetejét szakította fel a szél Sátoraljaújhelyen, az oktatás zavartalanul folytatódhat az intézményben. Sárospadakon csendesebben tombol Ivett a mediterrán ciklon, a Bodrogon árvízre sem kell számítani. 10 éve csatlakoztunk, Európa napot tartottak középiskolásoknak. Megtépázta a Jókai iskola ebédlőjének tetejét a tegnap esti vihar Sátoraljaújhelyen. A régi bádogfedést a szél egyszerűen összehajtogatta. A tetőfedésnek körülbelül a fele sérült meg. A tűzoltók és a városellátó szervezet dolgozói kötelekkel rögzítették a hatalmas libegő fémdarabot. Az épületet először lezárták, a katasztrófavédelem később mégis engedélyezte, hogy az utca felüli bejáratot használva a diákok használhassák az ebédlőt. Bizarr szögben csavarodik a bádogfedés a Sátoraljaújhelyi Jókai iskola ebédlőjének tetején. A tegnap esti viharban a 90 km/h szél papírlapként gyűrte össze a fémlemezt és órákon át cibálta. A közelben élők attól féltek, hogy a szél letépi a hatalmas fémdarabot és valamelyik szomszédos házhoz vágja. A tűzoltók és a városellátó szervezet dolgozói kötelekkel rögzítették a zászlóként csapkodó lemezt, hogy ne okozzon további károkat. A helyreállításra addig gondolni sem lehet, amíg a szél nem csitul. A kémény is ledőlt, a kéménynek a törmelékei ott vannak a tetőn, tehát a közelébe se lehet menni. A két gázkémény is ledőlt, az is a lemez alatt van, meg a lemez sem stabil. Az épületet több iskola is használja, mintegy 300 gyermek ebédel itt minden nap. A katasztrófavédelem tegnap megtiltotta az épület használatát, de mivel az ebédlő utcafronti felén a közelmúltban cserélték a tetőt és az nem sérült meg, ma mégis engedélyezték, hogy a diákok gyorsított turnusokban ugyan, de itt étkezhessenek. A beázás az nem érzékelhető, még pedig már most esik az eső, de meg tudjuk oldani az ebédeltetést úgy, hogy a Jókai utca felől a gyerekek át tudnak menni, és hát nagyon gyorsan meg védelnek, mert az étterem oldalán, az már ugye javítva volt, ott nem sérültek ezek a részek, tehát ott megtudunk, ott nincs semmilyen veszélyforrás. A szél a konyha feletti részt rongálta meg, de mivel itt nem főznek, az ételt egy másik intézményből szállítják, így ez sem okozott fennakadást. A viharban megsérült az iskola is, egy ablak betört, az ebédlő tetejéről leröpült törmelék pedig cserepeket szakított le, így most több helyen beázik az épület. Zemplénben nem kell számítani komolyabb katasztrófavédelmi beavatkozásra az Ivett névre keresztelt mediterrán ciklon miatt. Ma délelőtt ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság, ahol elhangzott, a csapadék mennyisége és a szél is jelentősen mérséklődik térségünkbe érve, míg az ország más pontjain nagyobb intenzitás várható mindkét jelenségből. A Bodrog folyó vízgyűjtő területén nagyobb mennyiségű csapadék hullott, de a szlovákiai víztározók ezt szinte teljes egészében felfogják, így a hazai szakaszon az elsőfokú figyelőszolgálatot jelentő készültséget sem éri majd el a folyó vízállása. Szerdán a Megyei Védelmi Bizottság, majd ma délelőtt a Járási Védelmi Bizottságok tartottak rendkívüli ülést az időjárás miatt. A viharos, csapadékos napokat az Ivett névre keresztelt mediterrán ciklon okozza hazánkban is. Szakemberek beszámoltak róla, Sárospatak és Sátoraljaújhely járások tekintetében eddig nem okozott különösebb gondot a vihar, ezért a Helyi Védelmi Bizottság ülése is inkább megelőző jellegű volt. A megyében a Hernád és a Sajó okozhat gondot, szükség esetén a kitelepített lakosok elszállásolásába segítenének be a zempléni települések. Igazából a települések irányába a feladatszabások, illetve az, hogy készüljenek fel az esetleges befogadóhelyek üzemeltetésére, illetve hogyha esetleg a Boldva, illetve a Hernád völgyében lennének nagyobb kitelepítések, akkor itt befogadóhelyként szerepelne a település esetleg, illetve felkészültünk a Boldog a várható vízemelkedésére, de úgy néz ki, hogy az első fok legtetejét talán maximum az fogja elérni. Tehát nem kell aggódni, nem lesz itt komolyabb probléma. Számokban kifejezve az 500 cm-es vízállást valószínűsítik a Bodrog folyón, amely nem igényel beavatkozást a szakemberek részéről. A szlovákiai víztározók átlagosan 2/3 telítettségűek, így a vízgyűjtőn lehulló csapadékot van hova betárolni. A Helyi Védelmi Bizottság elnöke a lakosság megnyugtatására közölte, az előrejelzések szerint nem kell tartani Ivettől.
Természetesen az időjárási előrejelzések ugye a május 14-e és 18-a közötti időszakra is naponként eltérő mértékű csapadék és széltevékenységet jeleznek, ami természetesen a lakosság számára mindenképpen fizikailag érzékelhető, de hogy ez készültségi szint elrendelését akár ár- vagy belvízi helyzet szempontjából jelente, ezt még egyenlőre nem lehet tudni. Természetesen itt a vízgyűjtő területeknek a átfolyás tevékenység is jelentősen befolyásolja majd ennek a helyzetnek az esetleges kialakulását. Sárospatakon egyébként néhány darab fát ketté tört az erős szél a belvárosban, több helyen leszakadt ágak, gajak hevernek az utcán. Közintézményekben vagy lakossági épületekben jelenlegi információink szerint kár nem keletkezett. Hazánk 10 éve az Európai Unió tagja. A most 14 éves diákoknak már természetes a határok nélküli Európa, a munkavállalás, tanulás szabadsága unión belül. A Sátoraljaújhelyi Európa napon ennek a korosztálynak tartottak rendhagyó órát az unió történetéről, mai céljairól. Az itt szerzett információkat a diákok egy szellemi vetélkedőn kamatoztatták. A Ki tud többet az Európai Unióról játékot már azután játszották a fiatalok, hogy egy ismertető filmet megtekintettek azon a rendhagyó órán, amelyet az Európa napon tartottak számukra Sátoraljaújhelyen. A hagyományosan május 9-éhez az Unió napjához igazított rendezvényen most a fiatalokra irányították a figyelmet, hiszen a ma 10-14 éves korosztálynak már természetesek az uniós jogok. A nyelvet azt mindenképp lehet jobban tanulni, így például ha németet tanul valaki, nyugodtan kimehet Németországban, anyanyelvi szinten elsajátíthatja a nyelvet, szóval rengeteg lehetősége, ugye dolgozhat is kint, szóval mindenképp jó dolog. Bár hazánk 10 éve az európai közösség tagja, az Európai Unió céljairól, törekvéseiről nem sokat tudnak a gyerekek. Azokat az előnyöket, amiket az Európai Uniós csatlakozás hozott, azokat Magyarország, én úgy gondolom, hogy maximálisan ki tudta használni, tehát a szabad mozgás, a határokon átnyúló tanulási, munkavállalási lehetőségek, az a több ezer milliárd forint, ami Magyarország csatlakozása óta az előcsatlakozási alapokon és az Európai Uniós regionális alapokon keresztül Magyarországra áramlott, az mind-mind kézzel fogható és körülöttünk érzékelhető. Egy évtized nagy idő. Az azóta felnőtt generációnak már csak emlék az útlevél és a határellenőrzés. A csatlakozás mindannyiunk életébe változást hozott, ez a változás pedig folyamatos. Ezért fontos, hogy a felnövekvő generáció tudjon meg minél többet az Európai Unióról. Szólunk az Európai Unió történetéről. Hogy is jött létre, miért is jött létre, és igazából mit is ad az Európa polgárainak az Európai Unió. Egy kis ismeretet adunk nekik, hogy legyen történelmi háttere annak, hogy most az Európai Unióban élnek, és mit is kaphattak, vagy kapnak, vagy kaphatnak majd a jövőben az Európai Uniótól. Magyarország 10 éves csatlakozásának évfordulóján számos szervezet hirdetett pályázatot. Céljuk, hogy a mindennapi állampolgár is vegye észre, melyek azok az eredmények, amelyek a közös európai céloknak köszönhetően valósultak meg Magyarországon. Tehetséges zempléni fiatalokért Tehetség útlevél címmel indította útjára az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán pályázati programját. Ennek köszönhetően a régióból, így Szerencsről, Sárospatakról és Sátoraljaújhelyből érkező középiskolás diákok több szakterületen együtt végeznek kutatómunkát vagy művészeti alkotó tevékenységet főiskolai hallgatókkal és az oktatók mentori segítségével. A szervezők így szeretnének segíteni a fiataloknak abban, hogy időben megtalálják azt az utat, amelyet a felsőoktatásban végig szeretnének járni. Dráma pedagógia vagy éppen képzőművészet, ezekkel a lehetőségekkel ismerkedhettek meg az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán, Sárospatakon azok a fiatalok, akik résztvevői lettek a Tehetséges Zempléni Fiatalokért Tehetségútlevél címmel elindított pályázati programnak. Szerencsről, Sárospatakról és Sátoraljaújhelyből érkeztek többségében középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalok, akikre már a felsőoktatásban való részvétel vár. Nekik szerettek volna az itt rejlő lehetőségekbe betekintést is adni az oktatók. Nem akartam megerig elmenni őszintén.
Úgyhogy kíváncsi voltam, hogy milyen lehet, meg még életemben nem voltam itt, és édesanyám is ide járt. Szóval szerettem volna kipróbálni. Az első foglalkozás pedig jó nekik érkezik, ugyanis sok olyan emberrel találkoztam és ismerkedtem meg, akik hasonló közlékenyek, mint jó magam. Emellett úgy érzem, hogy remek barátok leszünk. A programban résztvevő fiatalokat egy már a karon tanuló hallgató, valamint egy oktató mentorálta. Az ő segítségükkel nyertek betekintést a diákok az itt folyó munkába. Mi a drámapedagógiával foglalkozunk, és legfontosabb célunk, hogy ezt a drámapedagógiát megkedveltessük a kicsikkel, a kezdőkkel, és valamilyen szinten még én is kezdő vagyok ebbe, ugyan ilyen foglalkozásaink még nem voltak, még ez előttünk áll a tananyag szerint, de mindannyian nagyon élvezük, mintha kacagás, nevetés hallatszik, és hát remélem, hogy sikerül megkedveltetnünk velük. A két héten át zajló foglalkozások elsősorban arra adnak lehetőséget a fiataloknak, hogy időben kitalálják, mit is szeretnének hivatásként űzni, és hogy ahhoz időben megfelelő iskolát válasszanak. Azaz kitalálják magukat, hangzott el a program megnyitóján. Fontos szempont volt az is, hogy a Sárospataki kar ideje korán megszólítsa azokat a diákokat, akik felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni. Szerintem megerősíti őket abban a nagyszerű elhatározásban, hogy ők többet akarnak, mint úgy általában az iskola megkövetel tőlük. Ugye az egész tehetséggondozásnak ez a lényege. Ez az útlevél egy kicsit szimbolikus abban a szempontból, hogy akik itt részt vesznek, ezek végzős középiskolások az én tudomásom szerint. És ez szerintem nagyszerű gondolat, ami már évek óta elindult, csak nem nemzeti fejlesztési program támogatása, hogy beazonosítjuk a felsőoktatásba érkező hallgatókból azokat. Ilyenben elhatározzák magukat, azok tiszteletet érdemelnek mindenféleképpen. De az fontosabb, hogy a Sárospataki felsőoktatásban dolgozó tanárok, oktatók, meg az Egriben is, mert a jövő héten Egriek is lesznek itt, azok már személyes kontaktusba kerülnek ezzel a tanulói csoporttal. A program jövő héten folytatódik. Zempléni vonós és gitártalálkozót rendezett a Lavotta János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A zeneiskolai növendékek számára meghirdetett hangszeres versenyek több mint két évtizedes múltra tekintenek vissza. Céljuk pedig, hogy a zenész növendékeknek lehetőséget biztosítson a pódium szereplésre, emellett persze tapasztalatokat is szereznek a gyerekek. Evelin a Sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, és ahogyan a többi versenyző, egy kötelező és egy szabadon választott művel állt a zsűri elé. Én úgy érzem, hogy már megkönnyebbültem, már nagyon izgultam, és nekem azért tetszik ez a hangszer, mert szép a hangja. Számodra miért fontos az, hogy szerepelj a versenyeken? Hogy jól érezzem magam, meg hogy tapasztalatot gyűjtsek. A Sárospataki Művészeti Iskolából négy hegedűs növendék mérettette meg magát a hangszeres találkozón. Tanáruk azt mondta, fontos a versenyeken való szereplés, hiszen a gyerekeket inspirálja a gyakorlásra, a tanulásra. Látják egymástól, hogy ki hol tart, ki milyen szép darabokat hozott, kinek még esetleg a hibái a tartásban, vonóvezetésben. Nálunk hegedűsöknél ez különösen fontos, és nem utolsó sorban, hogy milyen szép hangon játszanak, hogy áll meg, elrontotta, nem rontotta, jaj, én hogy fogom. Tehát ezer kérdés fogalmazódik meg bennük, és bizony előfordul az is, hogy itt megtetszenek olyan zenedarabok, amiket kérik, hogy Gabika néni tessék nekünk megtanítani utána. Tehát mindenképp gyakorlásra ösztönöz, és bízunk benne, hogy a nyári szünetben is folytatják a gyakorlást, nem csak így a tanévben. A versenyen nem csak a hegedűsök jutottak szereplés lehetőséghez, hanem a csellósok és a gitárosok is. Az Újhelyi Művészeti Iskola vezetője szerint nagy jelentőséggel bír a zempléni találkozó, hiszen megyei és országos versenyeket csak 3 évente rendeznek. A művészeti iskolák hangszeres képzésében a pódium nevelés szempontjából van hallatlan jelentősége ezeknek a versenyeknek, hiszen a megyei országos versenyek 3 évenként vannak, és a mi
zempléni hangszeres találkozóink évente adnak lehetőséget a növendékeknek, felkészítő tanároknak, hogy lemérjék, hol tartanak a növendékek. A zempléni hangszeres találkozó 23 éve zajlik, azonban az idei kiemelkedett a többi közül, hiszen összefonódott a Lavotta emlékép programjaival. Ezt bizonyította a résztvevők létszáma is, hiszen ennyi növendék még sosem mérettette meg magát a fúvó, zongora vagy vonós versenyeken, mint az idején. Országos második és harmadik helyezést értek el a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei. A legutóbbi Balassa gyarmaton megrendezett Karacs Mónika által vezetett kvartett és a kvintett a tanulmányi versenyen kiemelkedően szerepelt. Ezzel ennek a versenynek a keretében is tovább öregbítették sárospatak hírnevét. Idén 9. alkalommal rendezték meg Balassagyarmaton az országos Fuvala Duó és Kisegyüttes tanulmányi versenyt. Ennek keretében a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei is megmutatták zenei tudásukat. A szakmai zsűri pedig úgy értékelte, hogy országos szinten a második és a harmadik helyezettnek járó díjjal jutalmazták a fiatalok teljesítményét. Ezelőbb itt a kvártett, még az utóbbi említett helyezést a kvintett ért el. Karacs Mónika felkészítő tanár elmondta, hogy azért is kiemelkedő ez a két helyezés, mert ezt a versenyt az utóbbi időkben csak 3 évente rendezik meg. 3 év annyira sok idő, hogy azatt a gyerek bármerre elmehet az élet során, nagyon sokat fejlődhet is, és akár lehet olyan tanszakom lesz 3 év múlva, hogy nem tudunk egy ilyen versenyre elmenni, mert nem lesz 2, 3, 4, 5 vagy 6 olyan gyerekem, aki egy korosztályban, egy korcsoportban tud indulni. Tehát ezt előre megmondani 3 évre nem tudjuk, de természetesen jövőre is lesznek országos versenyek, 2 év múlva is lesznek, vagy szóló, vagy teljesen másféle kamarazenei verseny, amire szeretnék indulni a növendékeimmel. Már 7 éve fuvalázok, mindig is nagyon szerettem fuvalázni, és ez az országos verseny is nagyon jól sikerült, én úgy éreztem, nagyon jó volt felkészülni, mert nagyon szeretek fuvalázni. A második helyezés köszönhető még Gál Pannának, Magyar Evelinnek, Batta Eszternek és Víg András Zsoltnak. A harmadik helyezés megszerzésében ugyancsak Batta Eszter, Gál Panna, Zombori Gréta, valamint Gombos Pálma Dóra működött közre. Az ő közös munkájukat szakmai szemek figyelték. Egy ilyen országos versenyen az, hogy a csapat tiszta, az alapfeltétel. Az, hogy hiba nélkül játszanak, az is alapfeltétel. A zsűri azt figyeli, ami a plusz. Ahogy kamarazenélnek, ahogy összenéznek, ahogy a közös fuvalázás, a közös játék, az együttmunkálkodás van a színpadon, ezt figyelik, és természetesen ugye a darabok előadását is attól függetlenül, tehát zeneileg hogy oldja meg. Minél többet nézünk egymásra, hogy a belépések megfelelő időben történjenek, a hangok mindig tiszták legyenek, hogy ekkor is egymásra nézünk, úgyhogy ezekben. Ennek köszönhetően tovább nőtt azoknak az elismeréseknek a száma, amelyeket büszkén mutathat fel az iskola. A gyermekek és a csecsemők hatékony gyógyításához megbízható és gyors laboratóriumi hátteret biztosít az a gépfejlesztés, amelyet a Felsőszabolcsi Kórház gyermekrehabilitációs programjának segítségével indítottak el Kisvárdán. A hátrányos helyzetű térségben ukrán, szlovák, román és magyar intézmények részvételével az idegrendszeri károsodással született gyermekek hatékony terápiáját szeretnék segíteni. A csecsemők mellett a kismamák védelméért is dolgoznak ezek az intézmények. Szűrésekkel, prevenciós oltásokkal szeretnék megelőzni a régióban nagyobb arányban előforduló koraszülést. A különböző betegségek gyors és pontos megállapításához, a diagnózis felállításához szükség van a klinikus és a labor összehangolt kommunikációjára. Különösen fontos ez Kisvárdán, ahol az ország más intézményeihez képest több hátrányos helyzetű gyermeket gyógyítanak. Az intézmény ezért is csatlakozott több évvel ezelőtt ahhoz az uniós programhoz, amely a gyermekrehabilitáció fejlesztését segíti. A támogatásból fejlesztették a laboratóriumi osztály eszközeit is, így a kis betegektől levett mintákat nem szállítják el, hanem helyben elemzik. A beteg a hét minden napján 168 órában jön, és az orvosnak sokszor szüksége van vizsgálati anyagok vételére, vizsgálati anyagok, milyen laboratórium minták tenyésztése és ennek az eredménynek a feldolgozására. Ezek segítenek bennünket, vagy megerősítenek a klinikai kép alapján felállított diagnózisunkban, vagy ha nem jön be, akkor segítenek a diagnózis váltásában, nagy segítség szükség van rá nekünk. És ezzel megoldódott, hogy itt magas szinten biztos találati arányjal segít nekünk a labora tenyésztésekben.
A Kisvárdai Kórházban az elmúlt években több olyan szűrővizsgálatot vezettek be, amellyel már a terhesség ideje alatt védik a csecsemőket. A cél, hogy minél kisebb kockázata legyen a koraszülésnek, illetve a különböző bakteriális fertőzésekből később ne alakuljon ki valamilyen idegrendszeri probléma. Egyik ilyen szűrés a GBS szűrés, amely a B-csoportú streptokokkusz baktérium elleni oltást jelenti. Ez a kórokozó az anyák egynegyedénél fordul elő, ám a babáknál okoz komoly problémát, akik a vajudás és szülés alatt fertőződhetnek meg. A koraszülöttek hajlamosabbak a megbetegedésre. Ha ilyen anya szül, erről a újszülöttet ellátó orvost értesítik, mi azonnal vizsgálati anyagot veszünk, vér és tenyésztési mintát, és még a tenyésztési minták és a vérminta eredményének megismerése előtt elkezdjük a baba kezelését. Ha a tenyésztési minta azt mutatja, hogy nincs fertőzés, fertőzése gyanú, akkor a kezelést abba hagyhatjuk, és akinél pedig szükséges, 5-6 napig szakmaszabály szerint kezeljük és megelőzzük a késői streptokokusz fertőzésüket. A Kisvárdai Kórházban ezt a szűrést minden kismamán elvégzik. Ha az anyánál jelen van a baktérium, akkor már a szülés ideje alatt az anyát kezelik antibiotikummal, ha erre nincs idő, az újszülöttet kezelik az esetleges fertőződés megelőzésére. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. A Jókai iskola ebédlőjének tetejét szakította fel a szél Sátoraljaújhelyen, az oktatás zavartalanul folytatódhat az intézményben. Sárospadakon csendesebben tombol Ivett a mediterrán ciklon, a Bodrogon árvízre sem kell számítani. 10 éve csatlakoztunk, Európa napot tartottak középiskolásoknak. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. De ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!